Sziasztok! Ez itt a 94. rész, és egy újabb zsákmányjáték következik, és szám szerint ez a 7. Amint látjátok, Connorba egy kicsit több élet került, köszönhető ez annak, hogy minden apró mozdulatát, ami jó irányba haladt, azt megdicsértem és lejutalmaztam, és most már ott tartunk kb. Mint 2 hónapja. Üldöző zsákmány megfogja a zsákmányt. Úgyhogy most már erre szépen lehet építkezni. Azaz. Itt mondjuk már elengedhettem volna, hogy kapjon jutalmat, de ezt már többször megtettem az idők folyamán, ezért picit próbáltam tovább húzni. De tényleg nagyon fontos az, hogy akkor kapja meg a kutya, amikor ő húzza, ő hátrá vele esetleg. Illetve, hogyha még a fogásra is tudtok figyelni, az külön öröm. Nyilván ez nagyon kutyafüggő, hogy mennyire zsákmányos, hogy mi az, ami már elfogadható, és hogy éppen milyen szinten van. Connor most azon a szinten van, hogyha megfogja, bárhogy fogta is meg kb. És húzza, és nem vált fogást, akkor én azt megutalmazom. Illetve, hogyha a fogásváltás úgy történik meg, hogy az egy mélyebb, egy telibb fogás, akkor nyilván azt egyből leütalmazom, egyből megkaphatja a zsákmányt. Azért nem hazudtolja meg magát, nagyon lusta, jó szájról van szó, de visszatért hozzánk a lustasatú forma is. Úgyhogy tényleg ott tartunk, mint pár hónapja. Már szinte reflexzerűen fekszik le. És ahelyett, hogy húzd a magát, vagy húznál vissza a zsákmányt, ő inkább ilyen anyag eleganciával eldől, és hagyja magát vontatni. Viszont ilyenkor nagyon szépet fog. És szépen tartja is saját testsúlyát, ennek nagyon örülök. Jó gyakorlás nektek is, sziasztok!